treasures, and I can't contemplate. I can't, I just keep reading magazines. Oh, I am waiting for my turn. I don't look like a cover girl, but helpful hints and tips may work. Én az elején izgultam. Tehát amikor még a beállás volt, akkor egyáltalán nem. Akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lesz, hogy milyen családias, és utána mégis izgultam. Ha az ember tudja, hogy egyenesbe megy az adás, vagy már megy is a felvétel, akkor valahogy másképp érzi magát. Én például kifejezetten úgy éreztem, hogy picit zavarban voltam. Én nem izgultam. Rendkívül jól éreztem magamat, azért én egy kicsit izgultam, de szerintem ez teljesen természetes, így a legtöbbünk szerintem izgult, a vonósok nevében is beszéltek szerintem. Bár az arcomról szerintem ez nem mindig jött le, mert nem vagyok teljesen nagyon kipihen, de azért igyekeztem a legjobb formámat hozni, úgyhogy részemről teljesen rendben volt. A közönségből is érzékelhetem mindenki, hogy amikor bevonultak, meg aztán amikor ugye elkezdett a koncert, és mi is bevonultunk, síri csönd volt. Tehát olyan, mint hogy a kriptába jöttünk volna be, és azt mindenki úgy gondolta, ez nagyon komoly, itt felvétel van, ez egy stúdió. És koncerteken azért van valami bekiabálás, én ezt hiányoltam. Én nem úgy éreztem, hogy kriptába jövök, inkább úgy, hogy templomba, értitek? Tehát ez tehát nektek külön, tehát nem kripta, templom. A varázs múlik változtál. Összeköpködtem a mikrofontól kezdve a saját ruhámat is. Lehet, hogy az izzadság volt a fónom. Nah, nem is az izzadság volt, hanem a nyállam. Igen, van a rádiónak előnye, például az ilyen a hónajban levő izzadság volt, de azért te elmondtad mindenkinek, hogy tudjanak róla. Miért ne? Hát most... Akármennyire is úgy tűnik, hogy steril körülmények között játszottunk, azért mégsem. És bizony a lányok tényleg izzadnak. És még más is csinálnak. Tehát nem úgy van ez, mint a reklámban, hogy ott van az egy csík, és ott már nincs is izzadság. De elfelejtettem a kérdést. Nem áll tőlünk távol ez a fajta akusztikus megszólás, mert hogy Szeged, amikor volt a lemezbemutató koncertünk, akkor az egyik fele az vonósokkal az szinte ilyen akusztikus jellegű, és aztán meg elkezdődött a rock and roll, úgyhogy egyáltalán nem áll távol tőlünk. Az igaz, hogy most 16 dalt játszottunk, és hát ennyi nem volt megcsinálva eddig, tehát ez mondjuk a felét mostani alkalomra raktuk össze. Elkezdtük csinálni ezt az anima dalt, ezt a csinálj gyereket dalt, és annyira hiányzott a szitár. Elkezdtük agyalni, hogy ezt hogy lehet megoldani, mert ugye akusztik, hát azért szinti csak nem lehet ezért behozni, meg különben is az igazi szitár, ami az animában van, az egyértelmű.
és nagyon hiányzott, és akkor na vegyünk egy szitárt, de hát azért mégis most egy számért, meg most tanuljak meg, most de hogy van ez, meg akkor valaki kigitározik, meg hogy van. Végül is valami, nem tudom, ilyen hatodik telefonás, vagy nem tudom, ilyen hatodik ismerősnek az ismerőse, évén lett ez a Veres Zsolt nevű fiatalember, aki telefonon beszéltünk egész a mai napig, meg e-mailben tárgyaltunk, és itt találkoztunk a stúdióba vele először, gyorsan összepróbáltuk, és teljes zsákba macska volt, tehát azt se tudtuk, hogy egyáltalán tud-e szitározni. és aztán, de volt szitárja, tehát szitárt tulajdon, és aztán meg kiderült, hogy zseniális, tehát nagyon ügyes, és nagyon, nagyon muzikális. Egyszerűen mi vagyunk a Honey Beast. Jaj, ez olyan hülyeség. Nem, ez szerintem. Indegessé, Neti. MR2 akusztik, dallal az arcnak.